Karcsics Kacsi, aki tulajdonképpen az Omega Együttesnek a vezetője volt, alapítója és szólógitáros, aki hát talán ő neki átlátszik, hogy ő mondja el az Omega-nak a női történetét, ami a Vitek Máriával is, mint az Omega énekesnőjéhez kötődik. Megtisztelő feladat, hogy Marit bekonferáltam. Habár ez úgy zajlott, hogy ezt mondta nekem, múltkor én beszéltem, te ültél. Most beszélj te, és majd ő. Hát ez nem történt, mert áll, itt áll mellettem. Na, röviden, hogy került a zenekarba? De mi 62-től játszottunk, és nagyon sok női énekesszám, jó énekesszám jött a piacra, és hát kellett nekünk egy női énekes. És gyakorlatilag egy kis házi kimintudat tartottunk a Lőrincen, a Művöltési Házba. Sokat meghallgattunk, és amikor a Mari jött, akkor már tudtuk, hogy ő az, akit választunk. Mit is énekeltél, Mari? My boy life. My boy life. Ugyanebben az évben találtuk meg a Soglót is. Fiúban volt ő az, aki a Mari lányban. Egy dolgot még azért megemlítenék, ugye ők voltak akkor a fő énekesek. Ugyan a Meki is énekelt, de ő specializálta magát Rolling. És volt egy gitárpárbaj, 64-ben, 65-ben, 65-ben volt, igen, és a Sokló, mint artista, kiutazott a csoportjával Romániába. És akkor Mari hátán vitte el a csapatot, és az újságok is azt mondták róla, hogy ő mentette meg az egész, mert ott három zenekar volt, ugye Illés, Omega, Metro, sőt volt egy negyedik is, a Kovács Andor, aki ugye akkor főgitáros volt, és csináltunk is egy közös számot, a Exodus játszottunk, mindenki ott pöcögtette a műrökkel. I just find it.
Thank you.
sót kerülünk. Left me in my state of mind.
Köszönöm, hogy